A mese címe Panci Manci. Jó, mi? Egyszer volt, hol nem volt, még az óperenciás tengeren is túl, volt egy szegény asszony, annak volt egy igen rest leánya, aki soha semmit se lendített a ház körül, hanem csak ült a padon a ház előtt, vagy a faluba sétafikált. Váltig ütötte, verte az anyja, de nem használt semmit. Egyszer éppen olyankor püfölte, mikor a király többet magával arra sétált. Ugyan szegény asszony, miért ütik end azt a leányt olyan nagyon? Ó, felséges királyfi, hogy ne ütném, mikor mindenfélét megfon aranyfonalnak, amit elől-utól talál a ház körül. Most is, még a városban voltam kenyeret keresni, minden ágyamot megfonta aranyfonalnak. Most már az sincs, amire lehajtsuk a fejünket. De aranyfonalat font a sövényből, meg a ház tetejéből is. Hát mit csináljak én vele? Azért bizony sose üsse verje, hogy olyan jó fonó. Elveszem én, majd lesz én nálam, miből fonni aranyfonalat. Nagyon megörült a szegény asszony, hogy megszabadulhat attól a rossz leánytól. A királyfi is megörült, mert szép is volt a leány. De azt is meggondolta, hogy ha még a sövényből is aranyfonalat csinál, hát ő nála drága szép rendből miért fonhat. Nem is húzták, halasztották a dolgot, megesküdtek, s olyan lakodalmat csaptak, hogy Hencidától Boncidáig folyt a sárga lé. Egy héttel a lakodalom után azt mondja a királyfi a feleségének. No, édes feleségem, te talán már meg is unod magad, hogy nem fonhatsz, de ne félj, majd hozok én lent. Holnap vásár lesz itt a szomszédvárosban, majd veszek ott egy nagy szekérrel. Vett is a királyfi annyit, hogy 8 ökör alig bírta hazahúzni. Most jön a fordulat. A szegény királyné nem merte megmondani, hogy nem tud fonni. Bezárkozott egy szobába, ott sírt rét 3 nap, 3 éjjel. Harmadik éjszaka, mint ott síri, éjféltában megzörgeti valaki az ablakot. Nyisd ki ablakot, királyné! A királyné kinyitotta, beugrott rajta egy kis ember. 3 rasz volt a hossza, 2 rőfa bajusza, 1 csing a szakálla. Azt mondja a királynéna. Tudom, mi a bajod, felséges királyné, de tudok ám én azon segíteni. Én 3 nap alatt azt a sok lent mind meg tudom fonni aranyfonalnak. Addig te találd ki a nevem. Ha kitalálod, itthon maradhatsz. Ha nem, elviszlek magammal. Gondolkozott a királyné, mit évő legyen. Utoljára is azt határozta, hogy odaadja a lent. Mindegy, akár így, akár úgy hal meg. A kisember elvitte a sok lent. Most a királyné még szomorúbb lett, mert sehogy se tudta a kisember nevét kitalálni. Másnap a királyfi kiküldte vadászait az erdőre. Este, amint hazajönnek, azt kérdezi tőlük. Na, mi újság, fiúk? Jaj, felséges királyfi, kezdi az egyik. Tudnék én valami, de talán el se hiszi felséget. Hát már miért ne hinném? Elhiszem bizony, csak mondd el. Hát felséges királyom, amint ránk esteledett, a többiek tüzet raktak, daloláztak. Én, hogy nagyon álmos voltam, elindultam az erdőbe, valami jó csendes fekhelyet keresni. Amint barangolok egymagam, egy pislogó tűz ötlik a szemembe. Hát látom, hogy egy pici kis tüzet ugrál keresztül kasul egy pici kis ember. 3 arsz volt a hossza, 2 rőfa bajusza, 1 csing a szakálla, és azt kiabálta. Én vagyok Panci Manci, az én nevem senki se tudja, sütök, főzök, holnap után szép mennyasszonyt hozok. Pajtársinnak is meg akartam mutatni a csodabogarat, de mire visszamentünk, hűt helyét találtuk. Mindenki elcsodálkozott ezen a furcsaságon, csak a királyné örült meg neki, mert tudta, hogy az az ő embere. Este nagy vígan ült a szobájában, még az ablakát is nyitva hagyta, egyszer csak beugrik rajta egy kis ember. No, királyné, kitelt a 3 nap, elhoztam a sok aranyfonalat, de te, kitaláltad-e az én nevemet? Hallgass, Panci Manci, hogy ne találtam volna. Leesett az áll a szegény Panci Mancinak. Szó nélkül hordta be a sok aranyfonalat a kamrába. Másnap reggel bevezeti a királyné az urát karonfogva a kamrába, mutatja neki a sok aranyfonalat. A királynak majd elvette szeme világát a nagy fényesség, úgy annyira, hogy félre kellett neki fordulni. Össze-vissza csókolta a feleségét. 3. nap vásár volt a városban. Hát kiment a királyfi, összevásárolt minden lent, amit csak talált. A királyné az alatt otthon sírt rét, nem tudtam, mit csináljon megint a sok lennel. Egyszer eszébe jutott, hogy lakik ott közelében 3 kódus asszony, akik közül az egyiknek háta volt kipúposodva, a másiknak az ajka ért le a melléig, a harmadiknak a nyelve verte a hasát. Jó néztek ki, mi? Ezeket magához hívatta a királyné, és megparancsolta nekik, hogyha majd a király otthon lesz, menjenek oda koldulni, s ha kérdi a király, mitől lettek olyan nyomorékok, mondják, a sok fonástól. Úgy is lett.
Amint a király udvarán sétálgat, egyszer csak csikorog a kis ajtó, oda néz a király, látja, hogy alig tud rajta bejönni egy szegény asszony, olyan púbos a háta. Oda megy a királyhoz, kéri, hogy az Isten nevében ne sornáljon neki adni valamit. A király adott neki egy aranyat, de megkérdezte tőle. Ugyan mi dolog az, szegény asszony, hogy a kent háta így púpos, vagy ilyen volt az mindig? Aj, felséges király, nem volt olyan szép lány, mint én ebben a városban se, de nagyon dolgos voltam, mindig fontam, éjjel-nappal, és a sok üléstől így kipúposodott a hátam. A király gondolkozóba esett, nehogy az ő felesége is így megpúposodjék, de csak járkált tovább. Nyílott megint a kis ajtó, sőt rajta be egy koldus asszony, akinek az ajka a mellét verte. Ennek is adott a király egy aranyat, és ettől is megkérdezte, mitől nutt úgy meg az ajka. Aj, felséges király, nem volt olyan szép lány, mint én a földön, de sokat fontam, sokat rágtam a kendert, utoljára így megnőtt az ajakam. Már itt a király arra gondolt, szól a feleségének, hogy kevesebbet vonjon. Neki is indult, hogy bemegy a házba, de megint nyílott a kis ajtó. Nem más ment befelé, mint a harmadik koldus asszony, akinek a nyelve a hasáig lógott. Hát a kennyelve mitől nőtt ilyen nagyra? Kérdi tőle a király. Aj, felséges király, bíz ez a sok fonástól. Sokat kell nyálazni a fonalat, mikor fon az ember, attól nőtt így meg. A király beszaladt a feleségéhez, mesélt neki a három koldus asszonyról. Nem engedem már, hogy többet fonj, még csak egy arasznyi fonalat se. A királyné tettette magát, mintha ő bánná legjobban a dolgot. Elkezdett sírni, rinni, de nem használt semmit. A király a sok lent mind elégettette, még a hamuját is kihordatta az udvarából. Aznaptól fogva semmi gondja sem maradt a királynénak, még ma is boldogul élnek, ha meg nem haltak.